Tisztelet Hrabalnak címmel látható az a párját ritkítóan színvonalas tárlat, melyben cseh és szlovák képzőművészek Hrabal ihlette alkotásai láthatók, igaz nem túl sokáig a Kortárs galériában. Ez a kiállítás Csehországban Hrabal születésének 100. évfordulójára készült, és abból egy nagyon nagy válogatás jött ide először Budapestre, aztán utána Tatabányára, hiszen Magyarországon ezen a két helyszínen volt eddig kiállítva. Nagy cseh kortárs alkotók munkái láthatók itt, hihetetlen nagy tárlat, mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, nem sokáig lesz itt az Agórában, úgyhogy most kell kihasználni az alkalmat, hogy meg lehessen nézni, mert egy hónap múlva már nem lehet megnézni, és nem tudjuk bepótolni, hogy ezekkel a képekkel megismerkedjünk, és megmerem kockáztatni, hogy nagyon régen, ha egyáltalán volt ilyen tárlat, egyáltalán Tatabányán. A megnyitott megtisztelte jelenlétével Csehország magyarországi nagykövet asszonya is, aki arról beszélt, hogy mennyire örül a magyarok Hrabal iránti tiszteletének. Volt, hogy azt gondoltam, hogy ez a törékeny, sokszor a könnyeken átragyogó humor, ez annyira sajátságos, hogy csak a csehek érthetik. És amikor Magyarországra érkeztem, aminek most már több mint 3 éve, akkor ámulva fedeztem föl, hogy egyfelől Magyarországon Hrabalt nagyon értik, másfelől pedig nagyon is szeretik. És ezért lehet, hogy önnek igaza van, hogy valamilyen különlegességet, valamilyen sajátosságot, ami Közép-Európára jellemző, azt Bohumil Hrabal nagyon jól meg tudott ragadni, és pont ezért értik őt a magyarok is, a csehek is. De lehet, hogy úgy áll a dolog, hogy a valóban jó színvonalas művészetből mindenki le tud szűrni magának valamit, mindenki el tud venni magának valamit.